Jó estét kívánok! Önök a Mély Magyart látják, ma esti vendégem pedig Lázár János, miniszterelnökséget vezető miniszter. Szerbusz! Szerbusz, köszönöm, hogy itt vagy. Én köszönöm a lehetőséget. Hosszú egyeztetés előzte meg ezt a találkozást. Nehezen jött össze valóban. János, hagyj kezdjek rögtön egy ilyen durvával, jó? Nem is számítottam másra. Ugye, azt szokták volt mondani, és ez még a saját berkeinkben is terjed, hogy Lázár a nem népszerű fideszes, a nem népszerű miniszter, mert többek között Lázár János urizál. Amikor te ezt hallod, akkor úgy mire szoktál gondolni? Arra, hogy amikor polgármester voltam 10 éven keresztül, akkor a viták jelentős mértékben nem arról szóltak, hogy amit csinálok, az milyen, nem a munkámról, hanem sokkal inkább a személyiségem vonzotta a bajt. Nagyon sok kritikát kapok, személyes kritikát, részben azért, mert magam is elhanyagolom, és el is hanyagoltam azt a világot, ami arról szól, hogy az ember megmutassa azt is, hogy milyen, ne csak azt, amit csinál. Én elsősorban arra koncentrálok, hogy a munkám el legyen végezve, tekintettel arra, hogy a miniszterelnök van az üzletnek az eladó részében, én meg hátul vagyok az előkészítő részben és a földolgozó részben, és én adom ki az üzletbe a terméket, amit neki kell eladnia. Tehát nem az a dolgom, hogy szerepeljek alapvetően, és miután kevesebbet szereplek, vagy a szerepléseim alapvetően a munkámmal, vagy a vitákkal és nehéz ügyekkel kapcsolatosak, így alkalmas arra a helyzet, hogy félreértelmezés legyen. Persze nem vitathatóan én is követek el hibákat, vagy csinálok hülyeségeket, tehát egy fiatalabb ember életében még talán több minden belefér. Ennek ellenére megválasztanak, van egy ilyen másik csoda, tehát a két dolog együtt működik. 2002 óta minden parlamenti vagy önkormányzati választáson el tudtam nyerni a választópolgárok bizalmát, mert egy idő után, ha az embernek megismerik a munkáját, akkor látják azt, hogy milyen is valójában. Ez teljesen világos, és nyilván, hogy ugye én most ebben a székben ülve azért vagyok. Főleg úgy, hogy ismersz régóta. Ezt akartam, hogy azért vagyok nehezebb helyzetben, hiszen mi nem most ismerkedtünk meg itt az előszobában. És én nagyon sok mindenről, ami veled kapcsolatban kering, arról én pontosan tudom, hogy szemmel szedett és aljas hazugság. Sok ilyen volt. És sok ilyen volt, és még egyet konkrétan szóba is fogok hozni, de az általánosságnál maradva. Ugye valóban, amit te is említettél, hogy miközben talán a legtöbbet támadott kormányzati emberek egyike vagy, eközben, ha elindulsz, győzöl. Amiből ugye mégiscsak az következik, hogy például abban a közegben, Hódmezővásárhely és környékén, most már Makói együtt, ahol téged ismernek, ott nyilvánvalóan nincsen hatása. Maximum olyan ott van hatása, ahol senkinek fogalma sincs arról, hogy ki az a Lázár János. És csak ahol van egy benyomása, van egy egymondatos hír, vagy van egy 20 perces tudósítás pontosan arról, hogy éppen mit csinál szabad idején. Pontosan, csak az én számomra még mindig az a kérdés, akár újságíróként, vagy a nyilvánosságban dolgozó emberként, hogy micsoda rettenetes egy világ az, ahol mondjuk azon múlik egy ember sorsa, hogy Rolex karulája van. Nem tudom, érted-e, hogy mire akarok? Persze értem, de nézd, ez két részből tevődik össze. Egyrészt, ahol az ember közvetlenül végzi a munkáját, egyébben megválasztott parlamenti képviselő, és ismerik az emberek, ott ez ártalmatlan, mert a munkája alapján ítélik meg. Egyébként nem választanának meg, ha nem bíznának bennem, ha nem tételeznék föl rólam azt, hogy segítek nekik, és viselem a gondjukat, foglalkozom a sorsukkal, akkor soha nem választottak volna meg. Kétségtelen, hogy 2002-ben az elődömnek az öröksége is számított embernek, 2006-ban, 2010-ben vagy 2014-ben már az embernek teljesítményt és munkát kellett letenni az asztalra, és nem könnyű megőrizni az emberek bizalmát, főleg a mai világban. Másrészt, amit én hibát követek el rendszeresen, hogy alábecsülöm ennek a jelentőségét, tekintettel arra, hogy abban a hitben élek, hogyha az embernek van munkája, teljesítménye, átszervezi a közigazgatást, megvalósít egy atomerőművi beruházást, ez önmagában elég a megítélés. A miniszterelnök azt szokta mondani, hogy nem csak az számít, amit csinálsz, hanem az is, amilyen vagy, és amilyen vagy, az nagyon könnyen alkalmas arra, hogy az ember támadható legyen, és ráadásul nem csak engem támadnak, hanem azzal, hogyha a miniszterelnök környezetében lévő bizalmi embereket, Szijjártó Pétert, Rogán képviselőtársamat, frakcióvezető urat, vagy engem támadnak, azzal nyilvánvalóan a miniszterelnököt is gyöngítik, és a Fidesz újabb, följövő, fiatalabb generációját, akiket kevésbé ismernek, nincsenek 25 éve a politikában, sokkal könnyebb megszólítani, vagy sokkal könnyebb megtámadni adott esetben. Részben azért, mert maguk is hibáznak, ami
nyilvánvaló, hogy az ember nem hibátlan, tehát nem lehet azt mondani, hogy hiba nélkül lennénk, vagy hiba nélkül lennék. Másrészt pedig kézenfekvő, hogy ezeket az embereket kell támadni, mert a többiek már ezen a tűzkeresztségen átestek a 90-es évek vagy a 2000-es évek időszakában. Én is élek a gyanúperrel, hogy a Tehát ez egy politikai termék, persze. Bebizonyítani azt részben, hogy a Fidesz cserben hagyja a választókat, hogy a Fidesz urizál, hogy a Fidesz közömbös a szociális problémák iránt, lám-lám, itt vannak ezek a szífjak, élén mondjuk Lázár Jánossal, aki mond ilyet, mond olyat, így viselkedik, és ez alkalmatlan arra, hogy az emberek megbízzanak benne. Ez egy országos hír. Sopronban, Békés Csabán vagy Nyíregyházán ennyit látnak a választókörzetben, meg nem ennyit látnak. Ezt nagyon nehéz jól menedzselni. Valószínű, hogyha jobban ismernének, adott esetben ez árnyalhatóbb lenne, de én meg valahogy részben a családi, meg a földrajzi millió miatt attól a celebkultúrától, amivel ezt árnyalni lehetne, hogy mutassam meg, hogy mikor megyek fagyizni a gyerekeimmel, vagy egyáltalán engedjem be a sajtót, a celeb sajtót, vagy a bulvár sajtót az otthonomba, vagy a családomba, ettől genetikusan idegenkedem. Tehát ez elképzelhetetlen dolog. Az édesapám egy dolgot kért tőlem, amikor megválasztottuk, hogy a gyerekek soha ne szerepeljenek. Tehát én egy ilyen környezetben nőttem föl, egy ilyen környezetben élek, és úgy gondolom, hogy a munka és a teljesítmény a cukisággal nem pótolható és nem fedhető el. Lehet, hogy rosszul értem a világot, vagy lehet, hogy ez egy teljes félreértés, de ez a probléma. Én pedig azt gondolom, nem tanácsként mondom, csak egyetértésképpen, azt gondolom, hogy nem mi értjük rosszul a világot, hanem nem vagyunk hajlandóak beállni a sorba, és ezügyben ezt teljesen jól teszed. Nézzünk egy konkrétumot, ami engem azért idegesít különösen, mert én ismerem az ügy hátterét. Nem tudom hány éve, de sok éve, 5-6 éve, ugye az a te állandó kísérőd, állandó jelződ és a téged kísérő mondat, mindenki annyit ér, amennyie van, mondta Lázár János. Igen. És bármikor előkerülsz, 5 perc nem telik bele, és ezt a fejedre fogják olvasni. Fölírták. Most, mert hogy ezt a műsort legalább a mieink szinte kivétel nélkül nézik, és a mieink között is terjed ez a mondat. És én sokszor visszahallom vidéken, nem Hódmezővásárhelyen, de bárhol más, hogy a Lázár, tudjuk, a Lázár rengeteget dolgozik, de hogy lehet ilyet mondani? Tegyük már egyszer is mindenkor a tisztába, hogy ez mi is volt ez a mondat. Ez egy kiragadott mondat, amiről szerencsére jogerős bírósági ítélet is van. A helyi politikai ellenfeleim valamikor 2006 és 10 között összevágdostak egy képviselőtestületi ülésről szóló hangfelvételt, amin arról beszéltünk, hogy milyen nehezek a szociális körülmények, és sajnos olyan világ van, hogy az embereket nem a teljesítményük, nem a fölkészültségük, sokszor nem a munkájuk alapján, hanem éppen az alapján mérik meg, hogy kinek mennyie van. És ez egy realitás, megakadályozza a tehetséges ám szegények boldogulását. Talán a vita összefüggött azzal is, hogy 2002 után mi egy komoly fölzárkóztatási programot próbáltunk indítani szegény hátrányos helyzetű gyerekek számára, iskolai átalakítás, integrációs viták, stb. Ez még a Népszabadság is rendszeresen megéri, hogy az egyetlen sikeres integrációt mit csináltuk meg. És ebből volt sokszor különböző féle vita, és a Vásárhelyi Képviselőtestület az egy olyan millió, ahol rendszeresen komoly viták, intellektuálisan színvonalas viták zajlanak, és én elmondtam, hogy valóban sajnos vannak ilyen jelenségek, pont azért kell a képviselőtestületnek dolgozni, hogy ne így legyen. És ezt szépen összevágták, ezt a hangfelvételt, mondatokon belül is vágtak, és mondatokat is összetoltak, és hiába állapította meg 4 évvel később a bíróság, hogy teljesen manipulatív volt a felvétel, és teljesen szégyenkezni valam személyesen nincsen. Másrészt nevetséges minden olyan vád, ami azzal kapcsolatos, hogy én urizálnék, ha valaki ismeri az apámat, meg az anyámat, vagy ismeri a családomat. Tehát, hogy mondjam, teljesen másképp értelmeződik a személyes millió, mint ami a mondat. A mondat egy kivágott mondat volt, a politikai ellenfeleim aztán kénytelenek voltak ezt el is ismerni bírósági körülmények között, de ez ma már senkit nem érdekel. Ezért gondoltam, hogy legalább itt járjunk a végére, és annyit én megtehetem, hagyd szögezzek le most itt ebben a stúdióban. Mindenki, aki ezen túl elmondja ezt a mondatot Lázár János kapcsán,
az egy becstelen és aljas gazember. Hát legalábbis nem adja meg a lehetőséget, hogy megismerje a munkát. Főleg... Egy becstelen és aljas gazember. De Zsolt, még valami, ami azt mondhatod, hogy a mieink között is, sokszor a mieink között is velem kapcsolatban különböző rémhírek, legendák vagy pletykák terjednek, hívjanak meg, és én nagyon szívesen válaszolok minden ilyen kérdésre. Én egyetlen egy vita elől el nem futottam, egyetlen egy vitát meg nem akadályoztam. Én nagyon szívesen állok bármelyik Fidesz csoport rendelkezésére, bármelyik régi polgári körös csapat rendelkezésére, bármilyen kör rendelkezésére a magyar jobboldalon, ami a személyemmel vagy a munkámmal kapcsolatos. Tegyék meg azt, annyi méltányosságot kérek csak, hogy tegyék meg, hogy meghívnak, tegyék meg, hogy megadják a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy mit gondolok. Nem vagyok egy politikai mellébeszélő a szónak abban az értelmében, hogyha hibázik a kormány, vagy hibázom én, azt is rendszeresen el szoktam mondani. Fogalmat sincs, hogy ezzel a kis felajánlással mit szabadítottál a saját fejedre, majd emlékezz rá. Jó, rendben. Emlegetted már magadtól is már másodszor, rövid 10 perc alatt családodat, szüleidet, édesapádat. Igen. Szándékom is volt, hogy beszéljünk egy kicsit a Lázárékról. Mert a Lázár család Hódmezővásárhelyen azért az több, mint egy egyszerű család. Igen, de ezzel soha nem szoktunk... De akkor is beszéljünk. Erről soha nem szoktunk beszélni. Tudod, azért van ez így, mert... Mindig nagyon érdekes dolog az, hogyha valaki egy olyan családba születik, ahol senki nem volt pártag, nem úgy pártitkár, senki nem volt pártag, teljesen egy a 95-i rendszeren kívüli családban nőtt föl, és akkor nem érzi minden nap szükségét annak, hogy rángassa a kerítés, hogy én nem vagyok kommunista, és ó, a kommunisták. Tehát én sokszor nem is értem azokat a vitákat, amik ilyen összefüggésben felmerülnek, mert a mi családunk esetében ez teljesen ismeretlen fogalom volt. Egy olyan család, ami ott él hosszú évszázadok óta, végezte a dolgát, mindig agrármezőgazdás család volt, az apám most is azt csinálja, és nagyapám lehúzott a háborúban jó néhány évet, utána nagy szerencsére kivitték a Szovjetunióba, ami nagy élettapasztalat volt, és amikor visszajött, akkor ő lépett egy olyat, amit kevesen léptek, azt mondta, hogy köszöni nem kér a kollektívből, és soha nem volt termelő szövetkezeti tag, azon kevesek közé tartott abba az 1%-ba. Amikor bement valahova, akkor megsüvegelték még a pártitkárok vagy a pártbizottsági tagok is, mert ezt kevesen merték megengedni maguknak. De soha nem érzem a szükséget, hogy erről beszéljek, vagy ez bizonygassam, mert ez nem, hogy mondjam, a mi életkörülményeink között, vagy akik a szüleimet ismerik, akik dolgoztak keményen, saját teljesítményükkel értek el mindent, soha nem éltek vissza azzal, hogy a fiúk adott esetben sikeres polgármester választásokon jutott túl, vagy sikeres parlamenti választásokon jutott túl, soha föl nem merült ennek a lehetősége. A szüleimet, akik szűk környezetében ismerik, azok mind megbecsülik és respektálják, ami nekem nagy enyhítő körülmény, mert legalább az vagyok a vásárhelyek, hogy itt van ez a Lázár, de legalább az apja meg az anyja egy rendes ember. Tudod, pont azért arra szeretném egy kicsit kihegyezni a beszélgetést, hogy mindazok ellenére, amit a szüleid bátorságban tanúsítani tudtak, mindezek ellenére mire vitték, illetve hogy hányszor hurcolták meg őket pont emiatt? Igen. Hányszor vesztett vagyont a Lázár család? Igen, nagyon sokszor, rengetegszer. És ennek ellenére sikerült mindig újra és újra visszakapaszkodni. Ez így van, ez így volt, soha nem volt könnyű, és ami a legmegrázóbb volt az egész történetben, hogy amikor jött a rendszerváltozás, és nekem nagyon tanulságos volt a 89-94 közötti időszak, Olás Sándor az édesapámnak a nagybátyja volt a közeli rokonságban. Álltunk, talán hallottál róla, független kisgazdapárti képviselő volt 90 és 94 között. Én ismertem. Igen. És egy nagy formátumú ember volt, néhányszor beszélhettem vele, és nagyon nagyra becsültem az ő munkáját. Ebben a generációban volt a rendszerváltozással kapcsolatban csalódottság. A nagyszüleim sem úgy haltak meg 94-ben és 96-ban, hogy elégedettek lettek volna, mert semmiféle elégtételt nem éreztek abban, ami következett, mert látták a rabló privatizációt, látták azt, hogy a kommunisták elhagyják Marxot, de megtartják a tőkét, és attól rettegtek, hogy a legrosszabb idők jönnek vissza a szónak, nem abban az értelmében, hogy Horthy kurzus lesz politikai értelemben, hanem itt lesz majd 3 millió kiszolgáltatott cserédember országa újra Magyarország. Tehát miközben sokan azt gondolták, hogy a nagyszüleim generációja nem csak Hódmezővásárhelyen, nem csak a kuláklisták áldozatai, nem csak azok, akik a két világháború közötti Magyarországon sikeres családok voltak, vagy az első világháború előtt sikeres családok voltak, egy revansvágyat éreznek 90-ben. Ezekben az emberekben megvolt az a nagyon nagy visszafogottság és az a józanlátás, hogy a rendszerváltásnak nem az a célja, hogy újra elvegyünk valakitől, és adott esetben cseléddé tegyünk sok millió embert, hanem sokkal igazságosabban kellene
véghez vinni a dolgokat. Hódmezővásárhelyen azért nagyon jó példa, és a saját családom is, mert Hódmezővásárhelyen 1945 után a kisgazdapártnak 10 000 tagja volt, a szociáldemokrata pártnak 7 000 tagja volt, és a kommunistáknak 3 000 tagjuk volt. Még a 47-es kékcédulás választást is a független kisgazdapárt a csalások ellenére megnyerte. Tehát egy olyan millió, ami egyszerre magántulajdon, egyszerre polgár, ugyanakkor az egymás iránt vállalt felelősség, a gondoskodás, az odafigyelés az nagyon fontos. Hitler megválasztásának évben 33-ban szociáldemokrata parlamenti képviselőt választott Hódmezővásárhely. Tehát ez a hagyomány, ami az antikommunizmus, a polgári felelősségvállalás és a szolidaritás, az egyszerre kisgazda, egyszerre szociáldemokrata, és én ezt hoztam otthonról magammal, ilyen emberekkel volt körbe a családunk, ahol egyrészt megvolt az antikommunista attitűd, de semmiféleképpen nem volt meg az a fajta társadalmi nézőpont, ami a két világháború között azért okozott anomáliákat. Tehát próbáltam csak érzékeltetni azt, hogy milyen világ, amiből jövök, és a szüleim soha nem sopánkodtak, soha nem irigykedtek, hanem mindig munkával próbáltak újra kezdeni, próbáltak újra helytállni. A rendszerváltozás idején is ők éltek a kárpótlási törvény adta lehetőséggel, az édesapám valamennyi földet vissza tudott szerezni, elkezdett gazdálkodni újra, és mind a mai napig ezt csinálja. A saját környezetében ő egy respektált, megbecsült embernek számít, a munkája által, nem azáltal, hogy mit gondol a politikáról, nem azáltal, hogy kicsoda volt az apja, vagy kicsoda a gyereke, hanem a saját munkája által. Azért akartam, hogy és borzalmasan nem szeretnek szerepelni. Egyszer tudtam életemben elrángatni őket egy eskütételemre, amikor a Vásárhelyi Városházán polgármesteri esküttettem. Ők teljesen távol állnak ettől a világtól. Ismersz olyan családokat, talán te is, ahol politikusnak lenni, vagy politikával foglalkozni a szülők szemében, vagy a régi generációk szemében nem a legizgalmasabb foglalkozás. Ha mezőgazdász lennék, vagy jogász lennék, vagy ügyvéd lennék, és ezt gyakorolnám, ezt a praxist, akkor valószínű, hogy a szüleim is nyugodtabbak lennének. Azért akartam erre kitérni, és az utolsó személyes vonatkozású kérdésem következik, mert édesapád kérésének egy ponton biztos nem sikerült eleget tenned már, ami az unokáira vonatkozott. Nevezetesen ugye nagy karrier volt fél éve a sajtóban, Lázár a gyerekeinek vesz, tudom, 70 milliós lakást Budán, úristen, skandallum. És ez, ami, ráadásul ami az egész köré volt téve, és ami nem csak... Az elég riasztó volt. És nem csak rád, vagy veled kapcsolatban került ez elő, hanem többek között például éppen Szijjártó kapcsán került ez elő. Tehát, hogyha ilyenkor elhangzik az, hogy családi összefogással vettünk valamit, akkor a sajtó elkezd örjöngeni, hogy mi az, hogy családi összefogás. Én meg azt nem szoktam érteni, hogy egyébként én szerintem 10 emberből 11, ha normális, akkor az azért van, hogy a gyerekeinek meg tudjon, mindenki azért dolgozik, hogy a gyerekein segítsen. Igen. Ha egy politikus azt mondja, hogy családi összefogás, akkor pedig kitör a botrány. Nézd, de a te családi háttered, igen, szemérmesen nem fejtetted ezt most se ki, de az a családi háttered az igenis, aki ezt tudja, és nyilván a környezetekben tudja, sikeres emberekből áll a családod, ti megtehetitek azt, hogy egyetek a gyereked nevére egy házat, vagy egy lakást Budán. De hadd kezdjem azzal, hogy ami engem legjobban megdöbbentett ebben, és ennek van általános tanúsága, a Fidesz szavazótáborára, vagy a polgári táborra is, hogyha az ember nem lehet sikeres, és a sikerét nem használhatja föl a gyerekei javára, akkor miért volt rendszerváltozás? Akkor miért csinálunk bármit? De akkor mit akar a Fidesz? Tehát, hogyha Fideszen belül probléma az, hogy az elmúlt 25 évben igenis voltak sikeres emberek, vagy a következő 25 évben lesznek sikeres emberek, senki nem vitathatja el azt, hogy a szüleim dolgoztak az elmúlt 50 évben, vagy a tágabb családom is adott esetben tisztességesen helytállt, és rengeteg ilyen család van Magyarországon. Ha ezt megbontjuk ennek az alapjait, vagy ezt megkérdőjelezzük ennek a legitimitását, akkor miért csináljuk a politikát? Akkor mit csinál tulajdonképpen a Fidesz, ha ez probléma? Hát nem ezt akarta a Fidesz, hogy legyen egy polgári társadalom. Egy polgári társadalomban pedig az, hogy valaki a munkájával, a tehetségével és a szorgalmával boldogul, eredményt ér el, ezt az eredményt felhasználja a hazája, a családja javára, ez a legtermészetesebb dolog. A németeknek, az osztrákoknak megadatott, hogy 6., 7., 8. generáció óta ez töretlen. Nálunk megtört a generációs lánc, ennek ellenére, ahogy mondod, az én szüleim is, amit
munkával elértek a 80-as, 90-es években, azt részben annak köszönhetik, hogy a nagyszüleim megpróbálták őket támogatni. Az adott kádárista viszonyok között arra törekedtek a nagyszüleim, hogy az apámnak a házépítéses segítséget nyújtsanak. Amikor én összeházasodtam, akkor a szüleim és az apósom is segített, nem keveset, mert azért dolgoztak, hogy a gyerekeiknek segítsenek. És amikor az apám azt mondja, vagy én azt mondom, hogy szeretnék segíteni a gyerekeimnek, az én azt hittem, hogy ez egy teljesen normális dolog. Mire költsem? Igyam el, vagy kártyázzam el, és ez nem fáj? Tehát, hogy jó, miért probléma az, hogy az ember megpróbál szorgalmasan, igyekvő módon eljárni, ezt látom otthon, ez van benne a génjeimbe, és utána megpróbálok a gyerekeimnek ennyit segíteni. Nem többet tenném, mert nyilván nem tudok többet tenni, de ennyit minimum, hogy megpróbáljak nekik az indulásnál valamilyen szinten segíteni. Én azért hoztam ezt ide, és ezzel be is fejeztük a dolgok személyes részét, pont ezért hoztam ezt ide, nem a ellenzék miatt, nem a szocik érdekelnek, tévedés ne essék, mert az, hogy ők egész életükben a lumpen prolik legaljasabb ösztöneire hagyatkoztak a politikájukban. Az irítségből csinálnak politikát. Persze. Akinek, ha Fidesz az irítségből pontosan csinál politikát, nagy hibát követel szerintem. De a mieinknél szerettem lehet volna ezt rendbe tenni, egyszer és mindenkor. Lehet átmeneti eredményeket elérni, és lehet pillanatnyi sikereket elérni, de irítségre országot szerintem nem lehet építeni. Két kultúra harcol egymással. Nézd meg, hogy a szocialistáknak és a baloldalnak általában mi a politikája. Elvenni mástól, és odaadni valakinek. Így van. Aztán attól is elvenni. Előbb-utóbb majd attól is elvenni. Hát 2018-ban ugyanez fog lezajlódni, amikor majd az akkori baloldal meg fogja hirdetni, hogy a családi adókedvezmény rendszerét elveszik, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszerét elveszik. Valakitől elvenni. Nem az, hogy adni valakinek lehetőséget, hogy tessék, megkönnyítem az életet, próbálok segíteni, te meg boldogulj tehetséged, munkád és szorgalmad alapján, hanem elvenni. Ezt csinálták folyamatosan. 1919-ben ez volt a politikai programjuk, ez volt 45-ben, ez volt 50-ben, ez volt 63-ban, és ez 1990 óta is a politikai, hogy valakitől valamit elvenni. Ha mi ezzel nem tudunk, ha ezt nem tudjuk megérteni, és nem értjük, hogy egy polgári társadalomnak nem lehet ez a szervező elve, akkor a saját politikánk teljesen értelmetlenné válik, illetve nem tudom, hogy akkor minek politizálunk, vagy mit is csinálunk tulajdonképpen. Nekünk az az érdekünk, hogy minél több sikeres saját tulajdonnal, saját egzisztenciával rendelkező család legyen Magyarországon. Tudjuk, hogy ez nem mindenkinek sikerülhet, velük szemben, akik nem sikeresek, óriási a felelősségünk, hogy gondoskodjunk róluk, de az alapvető célkitűzésünk az, hogy mindenki számára megnyissuk a lehetőséget a siker felé, hogy fölzárkóztatni tudjunk embereket, hogy egy alulról nyitott középosztály legyen, és hogy a középosztályba való bekerülés lehetősége mindenki számára megadasson. És ezt a középosztályt szeretnénk létrehozni, erősíteni, amely egy magyar, nemzeti alapon álló középosztály, keresztény-keresztény értékrendben gondolkodik, és ráadásul még tulajdona is van. Ez az, ami megszakadt 1945-ben, meg megszakadt már 39-ben is, teszem hozzá, és ezt kell a véleményem szerint folytatni, mint ahogy ez 300 évig ez a társadalom épült Magyarországon. Nem bonyolult a feladat, és nincs benne novum. Tehát a program csak reorganizációt igényel, újat nem tudsz kitalálni. Nincs köztünk vita ez ügyben. Ugorjunk is, nézzünk egy kis napi politikát. Tartottál egy fórumot, talán építészek előtt. Igen. Ott volt egy paparazzi, egy rettenetesen bátor fiú, aki természetesen ott a helyszínen nem nyitotta ki a pofáját, hanem igen, utólag kezdte szivárogtatni őt. Fölvette a hangfőtet, készített, és utána elmondta. No, a magyar államigazgatás katasztrofális állapotban van, valami ilyen mondat. Mondtam ennél súlyosabbakat is, nyíltan és kormányos. Akkor nézzük, már csak azért is nézzük, mert ugye az egyik legfontosabb meghirdetett cél egyebek mellett az, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, egy hatékony, működőképes államot kell érni.
esetleges 2-3%-os, hanem 3-4-5%-os gazdasági növekedés a következő években, 5-10 éves távlatban is. Ennek a megalapozása akkor lehetséges, hogyha versenyképes az ország versenyképessége pedig csak akkor lehetséges, hogyha teszünk ezért még néhány dolgot. Nagyon sokat megtettünk az elmúlt 5 évben, onnan indultunk, ahol Görögország volt 2010-ben, és meg lehet nézni, hogy a házi feladatot, az európai házi feladatot mi magyarok elvégeztük, a görögök meg nem, meg lehet nézni, milyen következménye lett a dolognak. De nekünk új eszközökre van szükség. Mindenki azt mondja, az összes jobboldali, a mi politikai családunkban tartozó közgazdász, hogy nagyon fontos az állami bürokrácia csökkentése annak érdekében, hogy a gazdaság növekedni tudjon. Hogy ne folytsa meg az állami bürokrácia a gazdaságot, hogy egy ember életét, ami nem könnyű, mert nem könnyű megszületni és nem könnyű meghalni, legalább a kettő között az állam ne nehezítse meg és ne tegye tönkre, hanem próbálja az életminőséget javítva elviselhetőbbé tenni. De a vállalkozások esetében konkrét versenyképességi problémák vannak Magyarországgal. Most jött ki az OECD jelentése, amit egy kormánykonferencián fogunk megtárgyalni augusztus 25-én, ami arról szól, hogy Magyarország nagyon sokat költ az államra, az állami bürokráciára, iszonyatos akadályokat gördít a gazdaság működőképessége elé, ami irracionális és az ország számára hátrányt jelent. Ezekre az akadályokra hívom fel rendszeresen a figyelmet, mint a közigazgatásért is felelős miniszter, és teszünk olyan lépéseket, amelyek teljes újítások. 27 ezer járási hivatali dolgozót kérdeztünk meg arról, hogy szerinte mi az, amire nincs szükség. A 27 ezer ember tett 1060 javaslatot, ebből 450-et elfogadtak a minisztériumok, minisztertársaim 500-ra azonnal azt mondták, hogy ezt nem lehet. Ugye egy idő után ez egy olyan önfönntartó és öngerjesztő dolog, hogy a szabályok tartják életben az államapparátust és a bürokráciát. Tehát Magyarország az előállított GDP-hez képest 20%-ot költ az államra, az állam működtetésére, az állami bürokráciára. Németország 8-13%. A közép-európai versenytársak azok 15%-ot költenek, mi 20-22%-ot. Nyilvánvalóan a dolgok nincsenek rendben, lehetne jó dolgokat csinálni konszenzussal, társadalmi támogatással, megvitatva ezt az emberekkel. Egészen megdöbbentő, nem váltott ki plakátvitát, de megkérdeztük a járási hivatalba bejáró embereket, a kormányablakhoz menve, hogy mit gondolnak arról, hogy miben kellene változtatni. 150 ezeren töltötték ki a kérdőívet, hogy szerintük mi az, amiért túl sokat kér az állam, például személyigazolványért, mi az, amit lehetne csökkenteni, vagy másképpen csinálni. Tehát ezeket próbáljuk megfogalmazni, és nekem az a dolgom, hogy a régi rendszereket föltörjem, és megpróbáljam megváltoztatni őket. Én erre szerződtem. Nem arra szerződtem, hogy jó fiú legyek, nem arra szerződtem, hogy népszerű legyek, hanem arra szerződtem, hogy a miniszterelnök munkáját megpróbáljam azzal segíteni, ami rám általában jellemző, hogy határozottan megpróbálok egy ügyet megoldani. Erről beszéltem Szekszárdon is, ami arról szólt, hogy összehívtuk a vidéki építészeket, 500 építésszel találkoztunk, Szekszárdon, Szegeden, Debrecenben és Győrben, és megkérdeztük, hogy szerintük az építésügyben min kell változtatni. Ma, ha te építkezni akarsz, be kell adnod egy építési engedélyt 52 melléklettel, ami megöli a tervezőt, egyszerűen elveszi az életkedvét, és mindenkit megöl. Senki nem tudja, minek van ez. És az építészeket azt kértük, hogy tegyenek javaslatot, hogy szerintük hogyan lehet a rájuk vonatkozó szabályokat, vagy az építésügyre vonatkozó szabályokat megváltoztatni. Hihetetlen jó ötletek jöttek ki, és voltak olyan dolgok, amelyek szégyen teljesek. Amikor feláll egy építész Szegeden, aki Kecskeméten dolgozik, és megkérdezi tőlem, hogy mondja már meg, legyen szíves, hogy 2011-ben miért írtuk azt elő, hogy kistéglából nem lehet kéményt építeni. Tehát te otthon építkezel, a klasszikus kistéglából nem lehet kéményt építeni. Másból nincs is kémény. Holott, de előírtuk, hogy két külföldi cég által gyártott speciális téglából lehet csak kéményt építeni Magyarországon. Ez valószínűleg egy lobbinak az eredmény. Hát megnyílik alattam a föld? Világos. Nem hiszem, hogy ez a dolog, amire büszkének kellene lennem. És nem hiszem, hogy ezt szőnyeg alá kell söpörni. Ha valamiért elégedetlen lehetne a mi szavazótáborunk, azok, akik a televíziót nézik, az az lenne, hogyha az ilyen kérdéseket hagynánk, és csak egy rosszul értelmezett lojalitás vagy összetartás miatt ezeket a problémákat szőnyeg alá söpörnénk. Én azt gondolom, hogy 5 éves kormányzás után igenis szembe kell nézni azokkal a dolgokkal is, amik nem jól sikerültek, félrementek, vagy nincsenek befejezve. Elindítottunk folyamatokat, amelyek nincsenek befejezve, nincsenek lezárva. Adóeljárás kérdése. És itt most nem Videi Ildikóról van szó, hogy nem a NAV-ról van szó, hanem arról van szó, hogy mekkora fáradtságot, töredelmet és mennyi gondot okoz egy adóbevallás, akár neked, vagy akár a vállalkozóknak, vagy akár egy nagy vállalatnak. 30 éve az adóhatóság nem volt képes egy olyan ötletet letenni az asztalra, amitől a rendszer megváltozna úgy egyébként, hogy ma elektronikusan szedjük be az adót már nagyon sok helyen, hiszen online pénztárgépek vannak.
és közben ugyanabban a struktúrában megyünk. És arról még nem beszéltem, hogy az adóhatóságnak vitathatatlanul van egy meggyőződés, hogy minden vállalkozó Magyarországon lopcsal hazudik. Így nem lehet gazdaságot fejleszteni, hogyha egy állami, centralizált kultúrában egy vállalkozás és versenyellenes szemléletben dolgozik a közigazgatás. Igenis, szolgáltató közigazgatásra van szükség. Erről beszéltem Szekszárdon, és erről beszélek mindenhol. Nyíltan is elmondom mindezt, amit Szekszárdon mondtam, még vadabbakat is tudok. Világos. És az a kérdés, hogy a Duma után ez megváltozik-e? Tehát a következő 3 évben én azt a feladatot kaptam, hogy itt érzékelhető változások legyenek. Ennek jegyében lesz 197 kormányablak Magyarországon. Az idén őszre 197 teljesen újjáépített kormányablak lesz, ahol azt remélem, hogy minél több szolgáltatást igénybe tudsz venni. Csináljuk a nemzeti közműszolgáltatót, gázt, áramot fogunk szolgáltatni. Szóval visszatérve az első kérdésedre, amikor az ember ilyen volumenű kérdésekkel foglalkozik, akkor a saját politikai táboron belül nem többet, de annyit kér, hogy legalább azt lássák, hogy a munkavégzés mennyisége és minősége miatt nincs időm jópofizni, tehát tudok nagyon kedves lenni, tudok nagyon udvarias lenni, jól tudod, nem vagyok rossz társasági ember állítólag, de nem ez a meló. Nem ez a dolog. Tehát a munkát valakinek el kell végeznie. Tegyünk tisztába egy másik igen fontos kérdést, Paksot. Igen. Egy aspektusból. Én nem óhajtok most abba belemenni, hogy szükség van-e Paksra, vagy nincs, mert szerintem is szükség van rá, tehát nem szeretném most itt az ellenzék összes dolgát elővenni, de hétről hétre Paks kapcsán valamelyik ellenzéki újság megírja, valamelyik képviselő föláll, és elmondja, hogy most már aztán tuti, Brüsszel, beakasztott Paks, nem lesz, megfúrták, ez a bizottság, az a bizottság, vizsgálódik, stb. Stb. Mi a helyzet ez? Éhes disznómakkal állunk például, az a helyzet. Talán azzal kezdeném, hogy a rezsicsökkentés nem politikai termék abban az értelemben, hogy azért csináltunk rezsicsökkentést, hogy megnyerjük a 14-es választásokat, azért csináltunk rezsicsökkentést, hogy az embernek a fizetéséből ne 30-50%-ot kelljen a gáz villanyszámlára költeni, hanem az európai szintnek megfelelő módon egy ilyen 11-nyány, maximum 20%-ot kelljen erre költeni, vagy lehetőség szerint 10-hez közelebbet. És ennek az egyik eszköze az olcsó áram. Tudni kell azt, hogy vannak olyan hírek, most ezt nyilván üzletítők, tehát nem tudom úgy mondani, ahogy szeretném, de vannak olyan hírek, hogy Paks a hálózatnak, a Magyar Villamosművek cégének 11 forintért adja el az áramot. Te otthon 38-ért veszed. Még mindig a különbséget keresjük. Ebből az állításból az következik, hogy Magyarország számára ma a legolcsóbb áramforrás az a paksi atomerőmű. És a másik kérdés az, hogy a 11-ből hogy lesz 38? Még mindig 38. Az elég szép. És a kettő között van-e lehetőség arra, hogy akár a tévénézőknek, akár az ipar és a gazdaság számára okosan, tehát energiahatékonyságot elvárva és különböző rendszereket felépítve további kedvezményeket tegyünk. Az a feladatom, hogy 2018-ig ez az új rendszer épüljön föl, és újabb lakossági és ipari rezsicsökkentés kezdődjön meg. Ennek elengedhetetlen szüksége, föltétele, hogy Paks működőképes legyen, a paksi engedélyek pedig 2025 és 30 között lejárnak. De az első kérdés az, hogy kell Paks vagy nem kell Paks. Ha nincs Paks, nincs ilyen olcsó áram. Mert az új atomerőmű is olcsón fogja tudni az áramot termelni, ezt mindenki tudja a világban. És a vita tulajdonképpen két dimenzióban zajlik. Az egyik az, hogy nagyon erős Európában az antinukleáris lobby, lásd Németországban bezárják az atomerőműveket. Nagyon erős csoportok vannak, akik azt mondják, hogy nem kellenek atomerőművek. Közben Amerikában azt hiszem talán 100 atomerőmű van, és az olcsó amerikai áramnak a termelését nagyrészt ezek teszek ki. A világ versenyképes országaiban mindenhol az olcsó áram az atomból jön. Tehát ez megfontolásra érdemes szempont mindenképpen. Másrészt a vitának a másik aspektus, hogy hogyan csináljuk meg, kivel és hogyan készítsük el a atomerőmű, ha fönnmarad, akkor a kapacitás hogyan legyen fönntartva. A kormány úgy döntött, hogy az orosz technológia mellé nem lehet más technológiát tenni, ezt senki nem vitatja. Logikusnak is hangzik. Elég logikus. Ha azt eldöntjük, hogy nem zárjuk be a paksi atomerőművet, onnantól kezdve nem sok más választás van. Ráadásul olyan ajánlatot tettek az oroszok pénzügyi gazdaságért,
oldani. A következő lépés az, hogy hogyan indul el a kivitelezés. 41 lakossági fórum került megtartásra, ahol elsőprő volt a támogatottsága az atomerőmű építésének. Pakson megtartottuk az első hazai közmeghallgatást, és megtartottuk Kijevben az első nemzetközi közmeghallgatást, ahol teljesen konszolidált körülmények között zajlott le az atomerőmű kapacitás fönntartásáról a vita. Az engedélyezési eljárás elkezdődött, 17-18-ban az építkezés megkezdéséért küzdünk, és Európában pedig három ponton kell az Európai Unió hozzájárulását megkapni. Az egyik pont az, hogy üzemanyagot vehessünk az oroszoktól, ezt aláírta már Brüsszel. Ezt megvétózhatta volna. Ha nem vehetünk üzemanyagot az oroszoktól, akkor nincs atomerőmű értelemszerűen. Brüsszel mégsem ezt tette, hiszen Európának és az európai gazdaságnak is szüksége van az olcsó áramra. Nagyon egyszerű összefüggés, és természetesen még van két olyan kérdés, a versenyjogi kérdések és a közbeszerzési kérdések, amiben vannak viták, ezek szakmai viták. 60 ezer oldalnyi joganyagot kell átnézni, megtanulni, és ez alapján ennek jegyében az Európai Unió számára elfogadható formában megvalósítani az erőművet, de miután a finnek ezt Brüsszellel megoldották. Miután a britek ezt Brüsszellel megoldották, nekünk nagy esélyünk van arra, hogy ez sikerüljön. Ugyanazt az erőművet ugyanabban a konstrukcióban építjük, mint a finnek. Ugyanolyan szerződéssel kötöttük. És ugyanúgy az oroszok építik nekik. És ugyanúgy az oroszok építik a finneknek, és a finneknek szabad, nekünk nem. Tehát természetesen az atomellenes lobby élén az általam nagyra becsült Jávor Benedek képviselőtársammal, aki nem akar atomerőművet Magyarországon, aki be akarja zárni a paksi atomerőművet, akinek nem kell az olcsó áram, hanem a drágább zöld áramra van szüksége szerinte az országnak. Ő azt akarja elérni, hogy az egész atomerőmű ne kapja meg a további működési engedélyt, illetve ne legyen kapacitás fenntartás. Ez egy tiszteletben tartható meggyőződés azzal, hogy az én véleményem szerint ez árt az országnak és nem használ. Beszéltünk arról, hogy hogyan is képzel el mondjuk egy jobb középpárt egy országot, az alulról nyitott tulajdonnal bíró erős középosztálya. Ahová be lehet kerülni, ez olyan fontos. Azért alulról nyitott. Én azt gondolom, hogy ehhez az országképhez az is hozzátartozik, hogy az adott politikai és kulturális közösség, amit nemzetnek szokás nevezni, ha úgy látja, hogy bármilyen formában veszély fenyegeti azt a territóriumot, ahol neki élni adatik, akkor azt minden lehetőségét felhasználva megvédi. Jelen pillanatban... Ez nekünk 1000 éves tanulság. Így van. És jelen pillanatban népvándorlás zajlik, és ez a népvándorlás fenyegeti ezt a territóriumot, amit Magyarországnak nevezünk. Neked nem áll égnek a hajad, amikor bennülsz a parlamentben, és azt hallgatod, hogy ellenzéki képviselők ezügyben mit képesek mondani? Nem áll égnek a hajad, amikor azt olvasod, amit olvasni lehet ezügyben ellenzéki lapokban? Hát sőt, nyilatkoznak számomra komolyan vendő szocialista polgármesterek is, hogy a kormány és a többség, mert itt nem a kormányról van már szó, hanem az ország többségéről rosszul látja a helyzetet, és ezekre az illegális határátlépőkre szüksége van az országnak. Ami egyszerűen érthetetlen. Tehát, nem értem, egyszer megáll az eszem. Komolyan. Tehát, hogyha véletlenül valamikor a következő 10 évben szükségünk lenne munkaerőre, ami azt jelenti, hogy nagyon jól megy a gazdaságunk, és már nincs munkanélküliség Magyarországon, és hozni kell munkaerőt, akkor se innen hoznánk a munkaerőt. Körülbelül véve saját magunkkal, csak hogy mindjárt mondjak egy. Erről van szó, egy egyszerű dolgot. Igen. Nincs olyan pozíció, nincs olyan helyzet, amiből azt le lehetne vezetni, hogy az illegális határátlépőkre Magyarországnak szüksége lenne. Itt, és tudatosan és szándékosan mos össze a baloldali sajtó és a baloldali ellenzék két fogalmat, a menekült és a bevándorló fogalmát. Magyarország menekült ügyben mindig, amikor kellett, helyt állt. Lásd, lengyel menekültek a II. Világháború alatt, amikor lengyel menekülteket fogadtunk be Varga Béla vezetésével Balatonbogláron, idősebb Antal József közreműködésével, a teleki kormány döntése szabadat alapján. Ne feled, itt hadd tegyek egy zárójeles megjegyzést. A lengyel menekültekkel rengeteg Lengyelországban menekülő zsidót zárójelben. És a kormány ezt pontosan tudta, és tudatosan hozta meg ezt a döntést, hogy számukra is megnyitja az országhatárt, és befogadja őket. De a délszláv válság idején Szeged, Hódmezővásárhely, hány olyan család jött át menekültként Zentáról, akik azért menekültek, mert háborús veszély volt, mert háború zajlott két alkalommal a Balkánon, és a gyerekeik veszélyben voltak adott esetben. Mindenkit befogadott az ország a két délszláv háború idején, akinek el kellett hagynia akár Vukovár térségét, akár adott esetben a bombázott Szerbiát. Tehát az a szemrehányás, hogy mi a menekültekkel kapcsolatban
ne álltunk volna helyt, vagy ne teljesítenénk az emberi kötelességünket, ez nem igazságos az én megítélésem szerint. Ezt nyugaton is mindig el kell mondani, hogy itt nem menekültügyről van szó, hiszen azok, akik jönnek, nem háborús övezetből jönnek, nem olyan helyről jönnek, ahol veszélyben van az életük, vagy a politikai meggyőződésük, vagy a nemzeti identitásuk miatt üldözik őket. Ezek az emberek azért indulnak el az Európai Unió felé, mert az Európai Unióban jobban élnek az emberek, mint azokban az országokban, ahová ezek születtek. Azért ritkán merjük elmondani, de a világban van 200 ország, Magyarország is közte van annak az 50 országnak, amelyben az emberek jobban élnek, mint a másik 150-ben. Tehát ezek az emberek azért jönnek, mert jobban szeretnének élni. A cél nem Magyarország egyelőre, hanem Ausztria és Németország. Ahonnan azonban vissza fogják őket küldeni oda, ahol először átlépték az Európai Unió határát. Ezek vagyunk mi. Ezek vagyunk mi. Egészen biztos vagyok abban, hogyha azt a 200 000 embert, azt a több százezer embert, aki már Ausztriában és Németországban van, és illegális határátlépőként jött be Magyarországra, elkezdi visszaküldeni Németország és Ausztria Magyarországra, ezek nem fognak visszamenni és nem akarnak visszamenni. Tehát nem lehet őket az Európai Unióból kitenni, mert az Európai Unió minden országában, bármilyen körülmények között is, de jobban élnek az emberek, mint ahonnan ezek jönnek. Ez egy alapvető probléma, és mi beszorulunk két tűz közé tulajdonképpen. Egyrésztről följön 70 000 ember az első fél évben, akiket elfogunk, azt mondjuk, hogy mindenkit elfogunk, vagy mindenki rögzítésre kerül, illetve mindenkiről tudjuk, hogy belépett, de feltételezhető, hogy van azért látencia, és többen jönnek, mint ahány emberről eddig beszéltünk. 100-120 000 ember jön az idén, ahhoz képest, hogy korábban ez 5-10 000 volt. 100-120 000 ember megy át az országon, úgy, hogy már 150-200 000 kint van, akikről azt vélelmezik az osztrákok és a németek, hogy Magyarországon keresztül jött be. És képzeljük el azt a helyzetet, hogy délről jönnek, nyugatról megadják vissza őket. És itt fognak maradni. Ez a realitás. Igen, és ehhez képest, hogy legyünk teljesen napra készek, ugye, ahogy te is mondtad, a mai napig hallgatjuk, hogy vagy azt hallgatjuk, hogy ez nem probléma, ezt a kormány felfújja politikai okokból, vagy azt hallgatjuk, hogy szükség van rájuk. Ehhez képest Angela Merkel Belgrádban a minap azt nyilatkozta, hogy az Uniónak azonnal segítséget kell nyújtani Szerbiának és Magyarországnak, mert ez a két ország az, amelyik torony magasan a legnagyobb terhet viseli. Nagyon érdekes volt a szerb-magyar kormányülés ebből a szempontból, mert ott a szerb minisztertársaink elmondták, hogy nekik ez azért nagyon nehéz kérdés, mert a háborúk miatt nekik meg kellett nyitni a határokat teljes egészében, hogy mindenki, aki Szerbiához akar tartozni szerbként, vagy más nemzetiségű emberként, az be tudjon menni Szerbiához. Vannak olyan számítások, hogy 500 000 olyan ember van, aki a háború miatt menekült be Szerbiába. Tehát ők nem tudják lezárni a határt, mert ez olyan érzelmi és olyan politikai indulatokat vált ki a Szerbiában bent lévő emberekbe, hiszen a két délszláv háború miatt Szerbia hatalmas tömegeket fogadott be. Ezért ők nem tudják délfelé lezárni a határukat, fizikailag sem, tudják erősíteni a határt, de a lezárás nagyon nehéz kérdés. Politikailag és emberileg, nagyon, érzelmileg nagyon nehéz kérdés. Ugyanakkor értették azt, hogy mi más tehetnénk. Tehát egyszerűen nincs más megoldás, esetleg minden méterre élő sorfalat képezve állnak majd rendőrök, amit meg nyilván nem tudunk fenntartani. Tehát nekünk az a célunk, hogy megakadályozzuk azt, hogy ide belépjenek, és utána egy visszatoloncolhatatlan, vagy az országból kirakhatatlan kategóriába kerüljenek. Ezekre a gazdasági bevándorlókra, ezekre az illegális határátlépőkre meggyőződésem szerint nincs szüksége az országnak. Sokszor hallottam, és sokszor olvastam, amiket a miniszterelnök úrnak mondtak, vagy írtak, például a Fideszhez nagyon közel álló értelmiségiek, Szent Istvánra visszautalva, vagy a Szent Istváni hagyományokra visszautalva. Csak az egy teljesen más szituáció. Igen. Teljesen más szituáció, hogy az ember tudatos döntést hoz arról, hogy németeket hív be az országba, annak érdekében, hogy az ország fejlesztését közösen végezzük el, és asszimilálja őket a nemzethez, minthogyha késztények elé állítanak bennünket olyan gazdasági bevándorlók, akik nem hozzátenni akarnak, hanem valamiért az az embernek az érzése, hogy az európai életminőségből akarnak részesülni. Nem többé akarják tenni azt, hanem ők is annyi pénzt akarnak keresni, mint az európaiak általában. Mi ezt innen Magyarországról azért nem látjuk, mert nem voltunk azokban az országban, ahonnan jönnek. De hogyha valaki elmenne bármelyik magyar település, bármelyik utcájából arra a helyre, ahonnan ezeknek a bevándorlóknak egy része jön, akkor megtudná azonnal, hogy milyen is.
szokásainkat. Igen. Például dolgozni merészelnek vasárnap, akkor azonnal az izmaelitát és az olaszt is azonnal ki kell az országból utasítani, vagyonát elvenni. Ez így, ugyanazokban az intelmekben van az Isten szép szerelmére, csak ezt ugye nem, ezt nem illik. Most ez nem politikailag korrekt, hogyha ilyen idézetet. Pontosan. De nem ezen a vonalon tovább véve. Ahány politikus itt ült velem szemben ebben a műsorban, mindegyiktől megkérdeztem, és nem azért, mert nem tudok más kérdezni, hanem azért, mert őszintén érdekel. Hát, ha valaki tud erre válaszolni. Miért csinál a szeretve tisztelt ellenzék bevándorlás ügyben olyan politikát, amivel önmagának árt? Hát nem igaz, hogy ők nem látják, ugye egy alaptétel, alapvető ösztönökkel szemben nem lehet politikát csinálni. A territoriális védelem ösztöne, igen, az egy alapvető ami ösztön. Ami állami kötelesség mellesleg. És mellesleg állami kötelesség. Az állami értelmét adja meg. Kit akarnak ezzel megnyerni? Nincs ember, aki egyetért velük. Miért csinálják ezt? Én azt gondolom, hogy először is nem, szerintem ott sem egységes az álláspont. Vannak olyan baloldali politikusok, akik vehemensen védik az európai baloldalnak, vagy a világ baloldali vonalainak a téziseit, és vannak, akik a realitásokból indulnak ki, és mikor visszamennek a választókerületükbe, vagy az általuk fontosnak tartott vidéki helyekre, akkor látják, hogy a magyar élet teljesen más ebből a szempontból, de a nemzetközi baloldal, lásd Brüsszel, lásd az Európai Parlament, ott politikát csinál abból, hogy Európa határait fel kell nyitni, és korlátlanul jöhetnek a bevándorlók. Nagyon sok ilyen beszéd hangzott el a legutóbbi időkig. Most ez egy más kérdés, hogy az utóbbi egy-két hónapban még a baloldali kormányfők is ebből. Így van, de nagyon sokáig ez volt a politika. És amikor azt mondták az Európai Néppártba tartozó kereszténydemokrata politikusok, hogy ez veszélyezteti a klasszikus Európát, és veszélyt okozhat, és problémát okozhat, akkor kinevették őket. Mert hát az a trendi, az az igazi érték, hogyha valaki liberális alapon áll, és liberális alapon megnyitja Európa határait, és jöhet bárki, hiszen azzal gazdagabbak és jobbak leszünk. De ez a tétel nem igaz, mert el kell menni Nagyfára, az én választókörzetembe, ahol van a bevándorlókat beléptető állomás, egy állandó hely, büntetés-végrehajtási intézet is egyben, és meg kell nézni, hogy kik jönnek be. Meg kell nézni, és akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy Európa ettől lesz erősebb, vagy ettől lesz gazdagabb. Az az alaptévedés, hogy ezek az emberek részesülni akarnak a nyugat-európai, alapvetően nem a miénk, de mégis a nyugat-európai, Európai Uniós életszínvonalból és életminőségből. Szó nincs arról, hogy politikai menekültek lennének. Másrészt még a politikai menekülteket is másképpen kezelték, mint ahogy ezt az ügyet Európa intézi. 1956-ban, akik elhagyták Magyarországot 200-an, nem szabad elfelejteni, nagyon sok 56-ostól hallottam és tudom, hogy alapvetően menekülttáborokba kerültek, ahol meghatározott időt kellett eltölteni, gyűjtőpontok voltak, ahová kaptak elhelyezkedési és tanulási ajánlatokat, amik alapján tovább léphettek Nyugat-Európába. Nem. Magyarul a fogadó országok, élén Amerikával, eldöntötte, ki kell, és ki nem kell. Így van. Bocsánatot kérek. Van. És ez a dolognak a lényeg. És a bécsi menekültáborból nem volt kibejárkálás. Félértés ne esik. Voltak szabályok, amit mindenki nem volt kibejárkálás. Mindenki betartott. Pontosan erről pedig van. Politikai menekültekről van szó. Föl sem merült az, hogy gazdasági migránsok lennének, vagy gazdasági bevándorlók lennének. Politikai menekültekről van szó. Tehát ezért nem szabad a fogalmakat összemosni. Rengetegszer hallom tudósításokban, hogy menekült ügy, menekült, nem menekült ügyről van szó. Menekült ügyben helytállunk, aki Magyarországon politikai menekült státuszt szerez. És valóban jogosult. És valóban jogosult. Maradhat. Vannak ilyenek ezren, több maradhat. Ezren. Pontos. Azok mindent megkapnak, ami a menekültek számára adható. János, másfél perc. Ennyi volt hátra. Az egyik legsikeresebb polgármester voltál Hódmezővásárhelyen. Egy hihetetlen sikeres ügyvédi praxist vihetnél. Iszonyatos mennyiségű nemtelen támadásnak vagy naponta kitéve. Soha nem fordult meg a fejedbe, hogy mi a fenéért csinálod te ezt? Hát azért nem, mert jó csapatban dolgozom, ami két részből áll. Az egyik a saját munkatársaim. A 2010-ben, amikor frakcióvezető lettem, sikerült olyan embereket összegyűjtenem, akik egy munkára vállalkoztak, és akik nem célnak, hanem eszköznek tekintették a parlamentet arra, hogy az ország megváltozzon. És azt hiszem, hogy sok jó dolgot tudtunk véghez vinni, még ha ezt ritkán lehet is hallani. Másrészt pedig a miniszterelnök úr mellett dolgozom, tehát én arra vállalkoztam, hogy az ő munkáját segítem, nem kevesebbre is, nem többre. És szerintem a következő 3 év nagy lehetőség az ország számára, és van bőven tennivaló. Tehát én a munkában látom
a menekülést a támadások elől, és nem nagyon foglalkozom ilyen értelemben velük, a munkámat végzem. Majd 2018-ban ki fogok állni a színpadra, a porondra, Fideszen belül és Fideszen kívül is, és el fogom mondani, hogy mit végeztem, és meg lehet majd mérni. De a munkát először el fogom végezni, és a teljesítmény fog beszélni. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek köszönjük meg tisztelő figyelmüket, jövő héten a szokott időben várom önöket a viszontlátásra.